most felkérem Hurtfelesz Mihály urat, a Virtualitás és Hagyomány egy dél-rábaközi községben SZIL civil projekt szakmai vezetőjét, röviden mutassa be a projekt tevékenységét és eredményeit. Tisztelt jelenlévők! Vármegyénk szülötte a legnagyobb magyar, akinek szellemi öröksége éppen az elmúlt hónapokban a Hungarikum gastromába is felkerült, és nyilván önök ezek után már tudják, hogy kiről beszélek, gróf Széchenyi Istvánról. Az ő gondolata illik leginkább ahhoz a projekthez, amit megvalósítottunk. Ő azt mondta, hogy egynek minden nehéz, de soknak semmi sem lehetetlen. Ha van projekt, amelyhez illik ez a gondolat, akkor azt gondolom, hogy a virtualitás és a hagyomány mindenképpen az. Ebben a projektben SZIL település az egész tájegységben, a Rába közben, a szülőföldünkben egy egyedülálló, példaértékű, modellértékű tevékenység sort hajtott végre. Ebben a projektben sok minden megvalósult, én erről csak címszavakba kívánnék beszélni. Többek között készségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, tanfolyamok, egy honlap, és nyilvánvalóan kiállítások, és természetesen a projekt egyik szép eredménye az a könyv, amit itt tartok a kezemben, és amelyet most a SZIL-ból elszármazottak is megkaptak egy kis ajándékcsomag keretében, illetve amely könyvet a SZIL-ban élő SZIL-iak is a következő napokban, majd a háztartásukban meg fognak kapni. Ennek a könyvnek a létrehozása egy együttműködésnek az eredménye volt. Mi azt mondjuk, hogy az együttműködés a legjobb befektetés. Ennek a kiadványnak a létrehozásában nagyon sokan vettek részt. És nem csak azok, akiknek a neveit az első oldalakon, a kolofonban olvashatják, hanem önök között is sokan, és nagyon sokan, akik nincsenek is itt most ma velünk. Hiszen, ahogy a polgármester is utalt rá ünnepi köszöntőjében, a modern technika, a 21. század infokommunikációs eszköze, a Facebook segítségével több százan voltak azok, akik kiadványokat, dokumentumokat, fényképeket bocsátottak a rendelkezésünkre. Több száz ilyen anyag jött össze, amelyet ezúton is, mint a projekt szakmai vezetője, megköszönök. Ez a könyv egy együttműködés eredménye, de természetesen egy ilyen könyvnek azért mégiscsak van egy olyan szakmai stábja, sőt, annak is van egy vezetője, aki az egészet irányítja, összefogja. Horváth Győzőt kértük fel erre a munkára, ő a könyv szerkesztője, a könyv szövegének írója, a 8 fejezet ötlője. Horváth Győzőt sokaknak nem kell bemutatni, hiszen ő az, aki a Rába köz, a szülőföldünk egyik legjobb néprajzi ismerője, nyugalmazott tanár, néprajzkutató. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 50 év történelmi lépték, különösen egy ember életében. Horváth Győző 50 éve foglalkozik a tájegység néprajzi kutatásával. Ezért is külön örömünkre szolgál, hogy SZIL ezen könyvének vezetésére fel tudtuk őt kérni. Még egy gondolatot engedjenek meg, hogy mi nem ez a könyv, és mégis mi ez a könyv. Ez nem helytörténeti kiadvány, még kevésbé egy falu monográfia. Ez a könyv SZIL község 20. századi képes kalauza. Ez egy képes olvasókönyv. És ezúton is szeretnék túl azon, hogy köszönetet mondok mindenkinek, aki hozzájárult ezen kiadvány létrehozásához, arról is szólni, hogy ez az önzetlen segítés természetesen amellett, hogy nagyon hasznos volt, de mégis a mi részünkről nem tette lehetővé, hogy ebben a kiadványban minden anyagot, amit kaptunk, megjelentessünk. Ugyanakkor ez a kiadvány elérhető lesz a szilikut.hu honlapon,
illetve azok a képek, dokumentumok, amelyeket kaptunk a Facebookon keresztül.